Na szavaztok, chat, üdv mindenkinek! Mint ahogy azt Instán is láttátok, ma egy ilyen kajálós, ti irányítottátok a napot videó lesz. Lényeg, a déli partra megyünk, skacok, a déli part 53%, és pörgetni fogunk most, hogy hova menjünk először. Nagyon sokan írtatok, vagy hát válaszoltatok, hogy melyik legyen. Nem tudom, látszik ez így. Na mindegy, hát tedd ide az ujjad, és majd lökjél bármikor. Nekem jóra pökjél. Oké. Azt mondja a Fefe mondta azt, a Fefe farkas, hogy amerikai, úgyhogy az az első. Juhu. Az egy jó hambeszkó. Hát akkor még egyet pikkelünk, és akkor a három közül egy kimarad. Ja. Tedd ide az ujjad, ne nézz oda. És nem látszik. Várjál, majd én pörgök. Nem látszik. De megvan. Oké, olasz. Hát akkor olasz a másik. Azaz magyart azt nem eszünk. Tehát, a világon! Akkor nem eszünk izét, rántott hús, meg ilyeneket. Hát akkor nem eszünk. Ez baj. Jó. Akkor amcsi és olasz. Kaja plusz, hát valami desszertet is nézünk. A lényeg az, hogy ti is éhesek lehetek. Mert próbálok nagyon jó felvételeket csinálni. Mi az első, hol vagyunk először akkor? Amerikában? Megyünk Amerikában. Megyünk Amerikában. Akkor... Megyünk a Sióra. Siófok az első megálló. És mindjárt mutatom Mizu. Hello. Na, hello, csak. Bejöttünk a Dinner M nevezetű, mit szavaztatok, amcsi hely. Kibaszott jó hangulata van, tényleg ilyen amerikai feeling, mert mindjárt remélem a vágóképekből látjátok. Ilyen fasz a kis country zene szól, nagyon minőségének néz ki. És akartunk enni egy ilyen egy kilós, egy kiló marhahúsos ilyen nagyon nagy valamit, 7000-é, de jelenleg annyian vannak, és azt mondta a kolléga, hogy sajnos nem tudják vállalni, mert hát elvileg így is egy órát kéne várni. Én egy ilyen brutál burger teszek, meg a patyesz is, ami egy ilyen nagyon nagy valami elvileg. Szia, baba! Egy ilyen nagyon nagy valami, majd mutatom, hogy mi van benne. Nagyon sok minden van benne, úristen! Majd a képek alapján is látni fogjátok. Remélem, hogy nagyon étvágygerjesztő lesz. És félek tőle, hogy tényleg nagyon nagy lesz, és nem tudom majd megenni. Mert ugye még megyünk ma még tovább is. Később igen, egy olaszra, az valamilyen pésztás dolgot eszek. Pászta. Pászta. Úgyhogy lesz később egy kis pászta. Egy jó lazanyát ennék szerintem, vagy egy jó pennét, de majd az újság válik. Először nézzük meg, hogy ez mit tud. És a pászta után pedig lehet, hogy akkor mégis a magyarost azt úgy vállaljuk be, hogy egy ilyen jó kis süti. Egy jó magyaros sütemény, vagy valamit majd durrantunk. Hát, fánkot fogok enni. Jó, van, majd meglátjuk, de... Kíváncsi ezt, hogy ez hogy néz ki. Hát nagyjából egy óra múlva találkozunk. Hello chat, nem kellett egy órát várni, megérkezett, mutatom, jó? Na, skacok, most ezt látni fogjátok, ahogy ezt nyomom, jó? A fejem és ez. Nem tudom, hogy kell enni az ilyet, őszinte leszek. De beleharagni nem tudok, az kurva élet. De mutatom, tehát, hogy... Érted? Nem tudom. Ez a brutál burger kicsit brutálra sikeredett. Hatalmas pluszpont az nekem például, hogy nagyon frissek benne a zöldségek, és nem vette át azt a meleg ilyen. Nem is tudom, hogy mondjam. De frissen van összerakva a hambi, akkor a paradicsom, az ubi mindig átszokták így venni azt a forró érzést, és annyira jól passzol a meleg húshoz a hideg uborka, hogy ez ami elképesztő, nem gondoltam volna amúgy. Úgyhogy ez egy hatalmas pluszpont. Meg azt nem fogom tudni megenni valószínűleg, de mindegy. Alapvetően van benne egy szelet bacon, van benne tojás, három szelet cheddar, két szelet nagy hús, ubi, paradicsom, meg hagyma. Nem lehet megenni, bassz meg, nem lehet. Megesztem és beszélgetünk. Na, hello chat! Hát nagyon rosszul vagyok attól a hamburgertől amúgy, de nagyon-nagyon finom volt. Mindenkinek ajánlani tudom ezt a helyet. Kezdjünk bele ebbe a Q&A-s dologban. Valószínűleg majd mindig más helyszínen leszünk, de Krisznek van egy nagyon jó kérdése. Az a kérdés, hogy milyen fejlődést érzékeltem magamban testileg, per belső értékileg. Nem írta oda, de gondolom
arra gondol, hogy amióta videózok, vagy ugye videózás által. Hát egy időben nagyon türelmessé váltam tőle, és most így, nem mondom, hogy vége felem, majdnem azt mondtam, de nem, csak hogy most meg megint átalakultam, és most meg már nagyon türelmetlen vagyok. Hát, nem tudom ez mitől van, szerintem a sok nokedlitől amúgy, meg a sok fasz kérdéstől, ami egy idő után így úgy vagyok vele, hogy most már nagyon nincs hozzá így energiám, eddig volt sok, és még a, ha egy nap 10000-szer meg kellett válaszolnom valamit, akkor 10000-szer is megválaszoltam. Viszont ezt tudom, hogy ez egy rossz tulajdonságom, hogy alapból most már nem. Most már valahogy ez nincsen türelmem. Így főként ez az a türelem az, ami így nagyon durván váltakozik bennem szerintem. Testileg, ugye így írtad Krisz, hogy testileg. Hát igazából testileg mindig változok, de nem a videózás által. Most azért, mert videózok, hát nem tudom, én nem érzem magam, hogy nem tudom, dakib lettem vagy valami. Szerintem így nem változott a testem úgy, hogy most a videózás által, úgyhogy erre nem tudok válaszolni így. Külsőleg szerintem semmi. Nem változtatott meg a videózás úgy, hogy most külsőleg azért lesz kivarva a balkolom, mert videózok, az nem ez miatt. Szóval, ja. De ez egy jó kérdés volt, Krisz, amúgy köszi. Az a be, ez hasonló nagyon. Haló. Kis Robi, azt hiszem, kérdése két részből áll. Mi az, amire legjobban büszke vagyok? Hát... sokrétű, mert kérdés, hogy miben, hogyha egy unblock kéne nézni. Ahol jelenleg így vagyok, mármint, hogy is mondjam, amiben jelenleg élek, most nyilván kisebb-nagyobb problémákkal itt-ott, de amúgy nagyon jó helyen van, meg így jó emberek vesznek körbe, meg hála Isten nincsen így problémám nagyon, most nyilván néha beteg az ember, meg ilyenek, de úgy arra, ahol most vagyok. Ez egy elég tág, tudom, amúgy, sorry ezért, de ezt így tudnám megválaszolni, hogy ahol jelenleg vagyok, és amit jelenleg így kialakítottam magam köré, az arra, mert az geci jó. Másik része pedig, hogyha tehetném, akkor változtatnék valamit. Hát kivenném a betegség dolgot, hogyha lehetne, de nyilván ilyet nem lehet. Amúgy ennyi, hogy úgy senki ne legyen beteg. Családom, szerettem, stb. Én se. Ezeket változtatnám meg. Amúgy semmit nem változtatnék jelenleg. Meg a múltba se. Ez így jó. Úgyhogy ja, köszi Robi a kérdésed. A maradékkal meg jövök egy következő helyszínről, ha nem merülök le. Hello chat again! Marad még három kérdésünk. És elképesztő pozíció, meg minden, meg zöld, meg ilyenek. Dominik volt a kérdésen. Köszi Dominik. Szerinted befolyásolja a hírnév az embert, és szerinted már elég felkapott vagy-e? Szerintem ez talán rám irányult ez a kérdés. Hát a felkapott az eléggé ilyen szubjektív, nem tartom magam íresnek, inkább ismertnek talán. De az is ilyen bizonyos berkeken belül. Az, hogy befolyásolja a hírnév az embert, hát valakit igen. Tudnék rá mondani magyar tartalomgyártók közül. Nagyon sokat, itt tűnénk hónapig. Sokan vannak, akiket befolyásol a hírnév. Igazából az, hogy engem igen vagy nem, azt úgyse én döntöm el, hanem ti. Mert én úgyse látom magam kívülről. Úgyhogy ja. Botinak egy nagyon, hát nem mondom, hogy olyan nagyon jó kérdése, de érdemes megválaszolni, hogy 5 év múlva szerintem az e-sportból meg lehet-e élni. Hát igazából ma is meg lehet élni belőle, csak mivel Magyarországra mindig minden kurva későn érkezik el, ezért még itt annyira nem megy ez, mint olyan. Külföldön nagyon megy az e-sport vonal, nagyon-nagyon sokan megélnek belőle, nagyon sokan profi játékosok, mondjuk itthon is, csak itthon még nincs nagyon olyan szervezet, ami ezzel foglalkozna, úgyhogy olyan nagyon sok pénzt belőlne, de nagyon-nagyon jól haladunk szerintem, mint így az országunk e-sport szinten. Nem kellnek szerintem 5 év, hát fél 2, de ez nagyon ilyen satszper, szerintem ilyen másfél-két év, és itthon is lesznek olyan e-sporterek, akik nagyon jól meg fognak ebből élni. I think. Jó kérdés volt, Botikám. És Krisztinek a kérdése, ami az utolsó mai nap, mi úgy szól, hogy mi az az egy dolog, amit nem adnál el sohasem. Igen, szerintem ezt úgy gondolod, most nyilván itt családod, barátod, barátnőt mondanék, de szerintem itt nem ez a lényeg alapból. Meg szerintem ezt a videózás alatt érted. Most azt hiszem, hogy értem, hogy mit akarsz ezzel mondani. Én azt mondanám erre, hogy szeretnék önazonos maradni, tehát mit tudom én, egy
Pampers reklámot csak azért nem fogadnék el, mert mondjuk YouTube videóba beletenném, csak azért, mert mondjuk gyerekem van, mert az úgy nem illik bele, érted? Instán van, ami beleillik, YouTube-on van, ami beleillik, valami nem. Különböző platformokon szerintem más az, ami úgy én vagyok, mármint érted. De remélem érthető. Tehát hogy az önazonosság az, amit megtartanék mindig is, és úgy nem adnám el úgy pénzért, mint olyan. Úgyhogy ennyi. Jön még egy olasz kaja, egy jó kis penne, meg ilyenek. Azt majd látni fogjátok. Szerepel, de édes. Úgyhogy jön egy penne, meg még valami... finomság? Hát valami desszert sütike. És akkor az lesz a vége a tripnek, túrnak, úgyhogy ott találkozunk másodperceken belül. Csodás vágókép. Váló csepp. Icipici probléma ez az olaszos vonallal, nem ám, hogy itt vagyunk az Amigóba, ami barátot jelent, zseniális. A lényeg az, hogy olyan igazi pasta nem volt, nem találtuk meg azt az igazi, egy jó lazanyát ettem volna, őszinte leszek. Ez a trip nem volt elég rossz, hogy megtaláljam azt a helyet, ami olyan igazi lazanyás, úgyhogy elviekben egy finom olaszos pizzát fogunk enni, meglátjuk, majd látni fogjátok, utána pedig még az amerikai vonalhoz visszamenvén egy kis omcsifánk, tudjátok, az a pici kis likas közepű, utána próbáljuk nem összehányni magunkat ettől a sok kajától, de látni de fogjátok. De meg eszünk egy fagyit. Esznek ők egy fagyit, arról is mutatok pár képet, de én nem fagyizok, meg elmondjuk mi vagy honnan van, hogyha esetleg tetszik nektek, és akkor bejöttök, azt esztek. Szuper. Zseni, köszi. Itt a kaja, elég gyors volt, mutatom. Nos, hát szóval. Beleharapoltad és mutatja. Szóval nagyon érződik rajta, már egyszer feltem a felvétel, csak elfejtettem bekapcsolni a kamerát, szóval, hogy nagyon érződik rajta ez az olasz style, nagyon kevés feltét van rajta, nagyon ropogós a tészta, kibaszott vékony, és itt tudjátok, hogy Olaszországban sincs sok feltét egy pizzám, ez itt is felelhető, nagyon-nagyon finom, és annyira nem is laktató, tehát amit ott otthon én eszek az éttermekben, az eléggé laktató, ez nem az, mivel vékony, meg kevés a feltét. Mondjuk láthatok, a pizza sem maga volt annyira nagyon nagy. Nem is vagyunk annyira éhesek, de így is simán el fog fogyni. Úgyhogy ennyi, nagyjából. Tudom ajánlani mindenkinek tényleg, amúgy szerintem kura finom. Naskacok, így a nap végére még nem durranunk ki eléggé, ezért még maradt egy utolsó valami. Úgyhogy itt az outro előtt még ezt megmutatom. Ez itt van bent lellén a ilyen sétánynál. Nagyon szeretjük, és nagyon finoman megesszük. Köszi a figyelmet amúgy nektek, máras kacok, remélem, hogy meghoztam az étvágyotokat. És hogyha bejön az egész, dob egy lájkot, és akkor lesz majd ilyen más fele, vagy az északi parton, vagy majd meglátjuk. De ha ezt valami tetszik, akkor jelezzed. Puszi nektek, mutatom a lényeget.